Hello, sziasztok! Júlva itt vagyok. Autómat szeretném bemutatni, ez egy Hyundai 30 SV sportvagon. Nem nagy szám, de egy 4-es 110 lóerő. Most már szerintem 120-on is föl van, mert egy kis változtatásokat hajtottam végre rajta. Meg plusz kis optikai tuningot is, de ezt majd bemutatom nektek. Hát már nincs jó idő, itt láthatjátok. Itt az ősz. De azért még jó az idő, így gondoltam, hogy csinálok egy kis bemutató videót. Az előző autóimról majd látok külön egy kis videót, bejátszásokat. Szóval, amit említettem, tuningolni próbálom. Hát, mivel beépítettem egy szubbasz hátrára, már láttatok videót a csatornán, vagyis egy mély nyomót, ezáltal ott hátul a csomagtérben, mindjárt mutatom. Mármint ha láttok valamit, elég nagy. Mármint ott. Eltakart a hátsó csomagtér lámpáját, mivel az automatikus, amikor kinyitod az ajtót, elméletileg annak világítani kéne. Visszafordítom, hogy legalább láttok valami. Na szóval én elrontottam, mivel elfelejtettem a sarút levenni az akkumulátorról, és amikor vágtam el a vezetéket, hogy meghosszabbítsam és felszereljem a megfelelő helyre, összezártam az áramkört, amikor elvágtam egy ollóval a vezetéket. Ezáltal egy biztosítékot úgymond kivett, vagyis zárlatos lett a rendszer, és én azt nem találom meg. Úgyhogy már minden biztosítékot leellenőriztem, elől, hátul, mindenhol van, könyvet néztem, nem tudom, hogy hol a hiba. Úgyhogy most jól kiszúrtam magammal, most minden esetre elmegyek egyik ismerősömhöz, aki elméletileg tud segíteni, a Misi. Úgyhogy majd meglátom, hogy mit sikerül összehoznunk. Tehát ez mindenkinek azért mondom még egyszer, hogyha hozzányúltok a elektronikához, az autó minden esetben húzzátok le a pozitívot a akkumulátorról, mert úgy jártok, mint én. Ugye egy kis egyszerű munka volt, semmi extra, vezetéket elvág, meghosszabbít fél méterrel, blankol, kis csoki, vezeték a lámpának a helyét kivágni, mindjárt mutatom. Ott van a helye a lámpának, ott a vezeték,
Úgyhogy most ezáltal félbe maradt az egész projekt. Jaj, még a lényeget elfelejtettem, hogy ezáltal, hogy zálatos lett a rendszer, kiverte a biztosítékot, távirányítóval nem tudom kibe kapcsolni az autót, sőt, mivel a hátsó csomagtérajtó is elektromos, azt se tudom kinyitni. Úgyhogy elég nagy baj keletkezett ezzel a kis hibával, úgyhogy így jártam. Na, itt ülök az autóban, megyek Misihez Fridrikszál, ez Hebrontól 12 km-re van. Úgyhogy én szerintem ott leszek 10 perc múlva, mert nincsenek sokan. Kihalt a egész város, mert ugye vasárnap van. Ilyenkor gyorsan lehet utazni, úgyhogy benne bízom, remélem, hogy megtalálja a hibát. Mert ha nem, akkor nem tudom mi lesz, akkor el kell vinnem egy német szerelőhöz, ami... Hát, én szerintem 50-60, talán 100 euróért fogja megjavítani az autót, úgyhogy bízom benne, hogy találunk valami megoldást erre. Csak megtaláljuk a vacak biztosítékot. Na, sziasztok! Itt vagyok az autópálya felé indulva. Indulok. Korán van, még össze-vissza beszélek. Most elindulok Stuttgart felé. Az első kihajtóig fogok menni. Hogy megnézzük, hogy mennyit javult az autó teljesítménye. És én szerintem javult. De hát ezt majd meglátjuk. Még egyelőre piros van. Közepes a forgalom. Úgy most egyelőre várunk. Kíváncsi leszek erre én is erre a tesztre. De majd meglátjuk. Hangja az jó. Mentünk ezen a kis egyenesen is. De majd itt várik el az autópályán. Jaj, mi van itt? Ajaj, kis tau. Hú-hú. A gyerekek, ez cumi. Egyelőre nem nagyon tudunk menni. Még katasztrófa van, baleset? Itt fal, jaj, jaj. Valami. Autó belecsúszott a kamionba. Hát jó. Felfelejtettem, hogy vagyis nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan lesznek. Hát reméljük, hogy majd kevesebb autó lesz az utam. Kicsit lassan megyek, hogy tudjak gyorsítani. Most itt látjátok, 80-nal megyek. Próbálok egy kis gázt adni. Megnézzük, hogy mi van. Figyeljetek! Volt a teszt.